Polgári Összefogás kerületünkért alapítvány képviseletében szeretnénk felkérni, hogy átadja a díjainkat, továbbiakat. Úgyhogy folytatjuk tovább a díjátadót. Fiat Klubnak a képviseletében szeretnék egy díjat átadni, mivel a legrégebben résztvevő klubunk. És Böde Lászlót szeretném kérni a színpadra. Egy szép 600-asnak a tulajdonosa. Köszönjük szépen, hogy részt vettél, és részt vettetek, és várunk a következő jövő évi rendezvényünkön is. Következő Jaguar Mark 5 OT5875, nem tudom, hogy a közelben van-e a tulajdonos. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Tudsz valamit mondani az autóról, mert ilyet még mi nem láttunk soha életünkben. Honnan van, hogy jutott hozzád, mióta van meg, megye, sokat toltad, vagy kellett tolni ilyesmi? Természetesen lából jöttünk, mint ahogy volt is már itt egy párszor az autó. Ez egy Jaguar Mark 5-ös, ez egy 1950-es évjáratú autó. 3500 köbcentis hatengeres motor van benne, 125 lóerővel. Maga idejében azért már ez egy komoly teljesítmény volt, persze voltak nála nyilván nagyobb teljesítményi autók is. Valamikor ez Németországból érkezett hozzánk, azóta mi tulajdonunk ennek már azért 8 éve. Köszönjük szépen! Egy 1927-es Chevrolet, nem tudom, hogy itt van-e a tulajdonos a közelbe. Szeretnék megkérni, hogy mondjál egy pár szót még előtte az autódról. Kicsit ki kell javítanok, mert csak 1929-es az autó, nem 27-es. Bocsánat, igen. Már javítom is. Ez az első hathengeres, nagyszerűben gyártott hathengeres modellje volt a Chevroletnek. Sokat használjuk, napi heti szinten használjuk, járunk vele, és élvezzük azt a szeretetet, meg azt a megdöbbenést, amit kiváltunk vele, mikor végigmegyünk itt Pesten vagy az országba. 3200 kilométert mentem bele az elmúlt 2,5 évben, épp most számoltam ki, és hát minden centiét, minden kilométerét élvezzük. Köszönöm szépen, és várunk jövőre is. Van egy szép zöld Tátránk is, szeretnénk kérni a tulajdonosát a színpadhoz.
Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Tudnál valamit mondani az autódról? Köszönöm szépen. Ez egy Tatra 54-es típusú autó, 1931-ből. Különlegesség ugye a légütéses, négyhengeres boxermotor, és a felépítése az, hogy ugye ez egy kardán csővázas szerkezetű jószág. Ez viszonylag ritka volt, főleg abban az időben. És 10 évet dolgoztunk rajta. Hölgyi Balázs, Revicki, Robert voltak a fő elkövetői a restaurálásnak. Köszönöm szépen. Milyen állapotba került hozzá, ezt azért még megkérdezném? Hát igen, a kezdetek kezdetén a motorváltó és az orr lemez rész volt meg. A többit úgy tudtuk későbbiekben hozzá összevadászni donor alkatrészekből, bőrzékről, utánnyártott alkatrészekből. Tehát igazából egy teljesen a nulláról való feltámasztás volt. Nagyon szép munka. Köszönjük, hogy eljöttél. Ez még a tiéd. Köszönöm szépen. Éder Gyulát szeretnénk a színpadhoz kérni. DKV Cabrio. Már ki sem merem mondani, hogy 1939-es ez is. Úgy látszik, minden autó 1939-es. Tudnál valamit mondani az autódról? Hát, DKV F8-as a tudományos neve. 1939-es, két ütemű, két hengeres, 700 köbcenti és 20 lóerős. Mi a végsebessége? Hát azt hiszem, hogy árja az ilyen 90 körül volt, 90 km. Mióta használod? 1998-ban vettem, akkor egy pár évig állt, meg felújítottam. És 2007 óta járok vele ilyen mindenféle találkozókra. Hiba nélkül nem állt meg soha? Hát volt, amikor megállt, a legelső úton is megállt, mert az M0-áson akartam menni, és volt egy baleset, és mivel ebben nincsen se vízpumpa, se termosztát, termoszifonos hűtése van, ezért felforrt a víz. Úgyhogy akkor a következő parkolóig úgy elhúzta, hát de mondjuk úgy készültünk a legelső találkozóra, hogy elhúzott a parkoló, volt, lehűlt a víz, de azóta már tettem bele azért egy Suzuki 12 voltos ventilátort, és azóta nem csinál ilyet. Akkor az hűlt, de szerencsére akkor a vízpumpa soha nem romlik el benne. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Várunk jövőre is, még adok egy üveg pezsgőt. Köszönöm szépen. Van még egy DKV-nk, őt is szeretnénk kérni a színpadra. Köszönöm szépen. Mondjál valamit a autódról, légy szíves először. Üdvözlök mindenkit, köszönöm a szót. Egy szintén 39-es évjáratú DKV, 680 köbcentis, 18 lóerős, és imádjuk. Amikor tehetjük, akkor csak tegyünk vele. Egy éve van nálam, és egy ráncfelvaráson esett át, hát látszik az eredmény. Köszönöm szépen. Nagyon örülünk neki, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Várunk jövőre vissza, ugyani egy év múlva, szeptember végén. Puskár Tibort szeretnénk a színpadra kérni. Thank you.
Nem szabadulsz olyan könnyen. Szeretnék megkérni, hogy mondjál valamit a motorodról. Merre jársz, vele, mit csinálsz, mikor használod. Hát ilyen aprós. Egyáltalán milyen motor ez? BMW R12-es, 1939-es gyártás, de szerintem látjátok is. A motor pedig pár több év alatt vagy felújítva. Merre járok? Hát ahova időm és tehetségem vagy lehetőségem engedi, nagyon szívesen, köztük ide és örömmel, és köszönöm szépen a meghívást. Köszönjük szépen, és várunk jövőre is téged. És hogy azért kétüteműek is legyenek a sorba, szeretnénk a Pannonia 4 hengeres 500 köbcentisnek a tulajdonosát a színpadhoz kérni, és rögtön megkérdezném, hogy sikerült ezt összehozni. Mikor, mióta használod-e? Egy kicsit merüljünk el a történetébe, mert ilyet ritkán látni. Köszönöm. Ezt a motorkerékpárt valamikor a Varga Zsolt kezdte el építgetni, csak valamilyen oknál fogva nem készült el. Hozzám került, én fejeztem be, 80-as évek elején készült el, akkor motorozgattunk vele, sokat szerelgettük, 2 P20-as blokkból lett összeépítve, 90 fokonként robban, úgyhogy egy fordulatra 4 robbanás van, azért van ilyen pörgős hangja. Valamikor a 80-as évek közepe vége felé autó kellett, ugye, akkor eladtam, és teljesen véletlenül egy olyan 20-akárhány év múlva visszakerült hozzám darabokba. Hát nézegettem egy darabig, aztán elhatároztam, hogy minden este csinálok rajta valamit, és így szép lassan elkészült megint. Úgyhogy most üzemképes, motorozható, rendszáma nincsen ugye, de ilyen zárt területen lehet vele motorozgatni. Ennyit. Nagyon szép és öröm ránézni, köszönjük szépen, hogy eljöttél, és szeretnénk átadni neked ezt a pár díjat. Köszönjük szépen! A rendezvénynek nincs vége, a zene tovább folytatódik, és mindenkinek további jó időtöltést kívánunk, és keressétek fel a büfét is, egyetek, igyatok, ameddig csak van itt a pályán valaki, mi addig kitartunk. Éjfélig itt vagyunk. Köszönöm szépen!